Vágjátok is itt a szalait, hallgass rá, az biztos, hogy kifagadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. Sziasztok, kedves gyerekek! Ja, nem tudom, emlékeztek, nekem volt egy ilyen webkamerám egyébként, de a, nem is tudom mi ez, Logitech B520, vagy nem tudom mi. A lényeg az, hogy jól elrágta egyébként a kábelét, nagyon köszönöm neki egyébként tényleg, szóval nagyon-nagyon nagy arc. Úgyhogy vettem egy újat, de most már használtat, és mennyibe került valami, nem is tudom, 5000 forint volt használtan, azt hiszem, jó ár volt szerintem. Jó, most nem csináltam sem világítás, semmi ilyesmi, de teljesen mindegy, ez mi? Ezt nem kérem. Na mi a pálya, gyerekek? Tudom, ezen a héten nem volt videó, az a helyzet, hogy szakdolgozati, milyen piros a fejem. Voltunk esékkel egyébként, hát esti is jó, tehát ez most egy nagyon random lesz, most nem készültem különösebb témával, csak úgy dumálni fogok szerintem, ehhez van kedvem, meg időm. Tehát igen, a szakdolgozattal az a helyzet nekem most, hogy olyan furcsa föl kell nézni egyébként, de mindegy, hogy igen, és cash, azért mondtam cash, mert ott égtem le tulajdonképpen, tehát áprilisban leégtem, fasza. Tehát a szakdolgozat van most, ugye április 15-én, azaz holnap van a határideje a leadásnak, és nincs meg. Tehát, hogy még hiányzik egy pár oldal, hála jó Istennek. Úgyhogy a póthatáridőbe fogok menni, természetesen fizetni kell ezért naponta. Nem mondom mennyit, mert szerintem kiugnálatok a bőrötökből. Úgyhogy mostanában napok azok úgy telnek, hogy hajnali 3-ig írom ezt a szarságot, és tényleg már tököm tele van vele. Tehát, hogy nem tudom, nekem az írás sosem volt az erősségem. Érte, nem, hogy is mondjam, a nyelvhelyessége nem volt bajom sosem. Tehát tolbamondás 5-ös mindig megvolt. Egyszerűen az írás, nem szeretem. Egyszerűen nem az én stílusom. Azért nem egy, mennyi, összesen eddig talán 2 videóm volt egyébként, aminek a szövegét megírtam? Vagy valami ilyesmi? Az egyik az a videójáték bemutató volt, az a... Mi volt az a vacak? Ez az 50 forintos játék? Azt hiszem 50 forintba került, igen. Annak megírtam a szövegét előre. És így ennyi, nekem ez nem megy. Úgyhogy tényleg ez a szakdolgozat is, hát... kritikán aluli. Nagyon nem bírom. És ráadásul most, holnap után csütörtökre terveznek egyébként egy YouTube találkozót, amilyen... nem is tudom, hogy mondjam, milyen privátabb YouTube találkozó ugye a videósok részére. Én nem arra YouTube-ban, hogy nem nézek sokszor, csak olyan fura oda fölnézni, tehát így föl kell menni, nem tudom, miért nem rakom ide le, mindegy. És akkor, hát én oda mentem volna szívesen, csak hát ugye nem leszek kész ezzel a szarral. És muszáj megoldanom, ugyanis ugye most kedd este van, tehát ma este írom egy darabig még, aztán holnapi napomat is tudom írni, viszont holnap viszont el kell mennem egy helyre, el kell menni a suliba, kikérni papírokat, és az lemenni a gyakornoki helyre, ahova fogok majd jelentkezni. Egyébként, ha valakit érdekel, mert kérdeztétek ezt, hogy mi van ezzel, mi a pálya, a Music FM nem írt vissza. De semmit. Tehát, hogy nem is értem. Csak ugye, ezzel nekem egyébként nincs bajom. Tehát oké, hogy nem írnak vissza rendben, csak akkor utána miért írták utána vissza másnap, hogy oké, rendben van, felfüggve venni a kapcsolatot. És Niki mondta egyébként, hogy valószínűleg csak egy ilyen automata üzenet volt, de hát azok általában akkor válaszolnak, amikor elküldöm, nem? És az másnap este, vagy előző nap este 8 óra fele volt este. Most meg így... Én nem, mi másnap kaptam meg ezt az üzenetet. Lehet, hogy úgy működik, hogy bekapcsoljuk a gépet, és akkor látják az e-mailet, és akkor automatikusan megy vissza e-mail, vagy nem tudom. De nem lett belőle semmi, aztán írtam rájuk még egyszer, arra nem is válaszoltak, úgyhogy innentől kezdve így azt mondtam, hogy jó. Úgyhogy az M1-nél fogom csinálni a szakmai gyakorlatomat. Igen, remélem, hogy időjárás nem kell jelentenem, mert akkor lesznek problémák, és akkor megint egy újabb mém születik, ugye, mert azt láttam egyébként, hogy a mostanában nagyon az M1-es dolgok, az ilyen időjárás jelentés, meg ilyenek, ugye, hát én azt hiszem, hogy ilyen gyakornokokra bízzák ezeket mostanában, vagy nem is gyakornokokra, akkor nagyon-nagyon új, annyira furcsa, hogy vörös az orrom, meg az egész fejem, mint valami borvilágos éjszakán beittam itt nektek. Úgyhogy meglátjuk, milyen lesz. Várom. Egyébként nagyon várom. Én a videószerkesztés, videóvágás, nem tudom, ilyen szintekre mennék el, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Hogy ott maradok-e, avagy sem.
Nem tudom. Igazából az a helyzet, hogy most elvégom végezni ezt a főiskolát, nagyon remélem egyébként, mert ugye az is benne van a pakliban, hogy abszolválás. Az abszolválás az azt jelenti egyébként, hogyha nem fejezted, nem csináltad meg időbe, ugye a szakdolgozatodat, akkor tudsz ilyet csinálni, hogy oké, okay, viszont akkor a konzulensed, ugye, aki segít neked megírni a szakdolgozatot, illetve aki ugye, a, hogy is mondják ezt az X-faktorba? Majdnem mondtam. Nem, ez mentorod. Ez olyan, jó, olyan hülye szó ez a mentor. Hát a mentorod. Le tudja zárni a konzultáció. Ez egy tárgy. Tulajdonképpen kurzusként kell képzelni. Föl kell venni a szakdolgozati konzultáció. Ez már a harmadik ilyen konzultáció, és ha lezárja, akkor tulajdonképpen fasza vagy. De ha nem adod be időre a szakdolgozatodat, akkor ha minden igaz, akkor annyi történik, hogy lezárnak. Tehát lezárják, mert ugye, ha minden tárgyat meg van csinálva, akkor lezárnak, és akkor hallgató jogviszony kaput, és a következő időszakban leadhatod a szakdolgozatodat. Elvileg ingyen. Aztán nem, és akkor tudsz ugye azzal együtt államvizsgázni, ugyanis amíg a szakdolgozat nincs leadva, addig nem tudsz államvizsgázni, mert nincs mit megvédj, ugye. Innentől kezdve ez van. Azonban, hogyha beadod a szakdolgozatodat, mondjuk beadom ugye most én, mert én erre ezt nyilván beszeretném adni, a héten jó lenne, ha beadod, és szar, tehát visszadobják bármi miatt, akkor megbuksz, tehát egyes, és a következő fél évben föl kell venned újra dolgokat, és akkor fizetet kell megint andia. Tehát így köszönjük, tehát ez így működik egyébként, erről van itt szó, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy meg alapvetően nem akarok csúszni már. Tehát gyerekek, én 24 vagyok, így is két évet, azt meséltem ezt van nektek, két évet így is bőven elcsesztem már az életemből az óvodai egyetemen. Nem akarom ezt elkezdeni. Na mindegy. Gondolkoztam még egy ilyen egyébként ezen a héten, hogy elkezdek fogyózni. Ez most úgy kell elkezdeni, ezt a fogyózás annyit csinálja már régóta, ez a szétválasztó diéta, hogy tudom, van tésztanap, van húsnap, van fehérje, na az a húsnap, de mindegy, van, amúgy nem, vagy igen, fogalmam sincs, nem tudom, nem értek ezeket a dolgokhoz egyébként. Milyen napok vannak még? Keményítő nap, meg szénhidrát nap, meg gyümölcs nap. Na azon én szerintem megdöglenék, mint az állat az anyomban. De úgy gondoltam, hogy el kéne kezdeni, mert ez már nem állapot itt ez a toka. Úgyhogy valamit tényleg csinálni kéne, edzeni is kéne. Csak hát ugye ez van, hogy most nem érek rá. Tehát most a hajam is, hogy én már hosszú, szakállas vagyok, és ilyenkor így teljesen, nem azt elhagyom magam, csak teljes mértékben így kivagyok, meg hát idegileg is egyébként, szóval. És akkor elküldöd egyébként a dolgot, ugye megírsz mondjuk, hogy 36 oldal a minimum. Ez nem sok egyébként, ezt le tudjuk szögezni, tényleg nem annyira sok. Csak hogy azt sem mondja, hogy miből ám. Tehát, hogy jó, én a YouTube-ból írom, tehát az én csatornámból írom a szakdolgozatomat, ez úgy néz ki, hogy 15 oldal az ilyen elméleti megalapozás. De ezt nem úgy képzeljétek el, hogy ja, a YouTube az ekkor, meg ezért, hanem nem. Hanem rendesen és forrásokkal igazolt, mert hogyha bármit mondasz, amit már előtted mondott valaki, akkor plagizálsz. És bűnöző vagy. És elvisz a sintér, amúgy nem. De az nem jó neked. Tehát, hogy azt úgy nem fogadják el. 15 szakirodalmat muszáj keresned, valamint 5 darab egyéb irodalmat. Ez lehet bármi egyébként. YouTube videó, bármilyen cikk az internetről, bármilyen internetes forrás. Ezzel nincs baj egyébként. Főleg, hogyha elkezdesz írni egy szakdolgozatot, akkor rájössz, hogy basszus, tényleg mindent le kell hivatkoznod. Tehát, hogy van olyan oldal, ahol a fél oldal csak a hivatkozás. Tehát a lábjegyzetben, a Wordben. Tehát így, meg most megmutatám nektek, de nem akarom megmutatni, mert nem tudom, kirögnétek szerintem. Úgyhogy most hiányzik még pár dolog. A második fel egyébként meg a szakdolgozatnak, ugye ez nagyjából olyan 32-34 oldal így az egész, az pedig a személyes történetem, a YouTube történet, tehát a YouTube csatornám történet, hogy alakult ki, hogy jutottam el a 63 ezer feliratkozóhoz, stb. Úgyhogy az egy ilyen személyesebb hangvételű, de ott sem lehet egyébként így puszipajtáskodni, tehát ott is, ha olyat írsz, akkor le kell hivatkoznod. Nem baj. Ezt elküldtem, tehát most a 30 oldalnál tartok, 30, igen, körülbelül, elküldtem a konzulensnek, a mentornak, Nagy Ferónak, és visszamondta, hogy Beatrice, nem, hanem visszaküldte nekem azt, hogy
hogy figyelj már, ez azért nem a legjobb, tehát ezt írd már át, meg azért itt ezt így, meg oda, vigyél bele ezt, azt is írd oda, úgyhogy egyszerűen... És tényleg itt ülsz a négy fal között, és olyan szinten bezárt vagy, hogy ez nem igaz. Úgyhogy azért gondolom, hogy csinálok már valami videót, hogy valami történjen már tényleg, mert megőrülök. Úgyhogy, ja. És azért ezt a fogyókúrát sem akarom elkezdeni, mert hát föl kell... Ilyen is egyébként úgy működik ez az elválasztott, szétválasztott diéta, hogy délig csak gyümölcs. All day, every day. Szóval azon gondolkoztam, hogy ezt úgy csinálnám szerintem ezt, hogyha lenne időm erre, hogyha nyáron, mint hogy 15 éves lennék és nyáron csinálnám ezt a fogyókúrát, hogy én délig föl se kelnék. Fölkelek, jól, a hajnali 5-ig föl, még igaz, akkor is kihelyezek, de mindegy. De így délig, mit tudom én, fölkelek ilyen fél egykor, és akkor már ehetem is a cuccot. Tehát, hogy így ennyi. Láttam, hogy tetszett nektek az előző esti isti. Szerintem olyan jól hangzik egy esti isti. Azért mondtam, remélem, hogy Kosztolányi nem fog engem perelni. Még nem fog plágiummal gyanúsítani, de azért kiírtam egyébként a Facebookra is, amikor kitettem, hogy a Kosztolányi után szabadon, tehát nem lehet belekötni. Mert a szerzőt feltüntettem. Kicsit már hülye vagyok, de semmi probléma. Más dolog egyébként, tényleg csak tapongok össze-vissza. Play IT megyek. Április 24, I guess. Megnézzük, jó? Most így fog világítani az arcom még jobban, de semmi probléma. Azt hiszem az április 24-e, de azért ránézek a dolgokra. Play IT. Ó, de jó gyors ez a weboldal. Igen, tehát Budapest, április 25. Még jó, hogy megnéztem, mert mondtam itt a hülyeséget. Az jövő hét szombat. Így van. Ott leszek, gyerekek. Ha meg lesz szakdolgozat, ha nem. Meg lesz az. Ott leszek mindenféleképpen, akkor melyiként majdnem egy hete csinálni fogom a... Ha minden jól megy, az M1-es melót. Úgyhogy nagyon várom egyébként. Úgy tudom, és jól tudom, Sirius küldött nekem beosztást, mert fönt leszünk egy ilyen kis színpadon. Ezt nem tudom nektek megmondani, hogy pontosan hol lesz ez a színpad, de a lényeget úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen kis beszélgetős programot kell elképzelni, tehát színpad, lesz egy műsorvezető, aki nem tudom még, hogy kicsoda, most itt a beosztást nézem, és így három, ha jól látom, maximum három videós lesz fönt egyszerre, így van. Én Anfield-del leszek fönt, 6 és 7 óra között. Ennyi. A legjobb tudomásom szerint, hogy most csak egy napos az a Play IT, úgyhogy, 6 és 7, ott leszünk Anfield-del, valamint meg fogtok engem találni a Play IT Gamer Championship-en is, aminek az a lényege, hogy ilyen játszás tulajdonképpen a színpadon. Aztán volt már ilyen tavaly egyébként, tehát hogy itt Super Smash Brothers meg ilyeneket nyomtak, ami egyébként közel áll a szívemhez, mert Nintendo játék, de egyszer kipróbáltam a 3DS-en a Super Smash Brothers-t, nem az én játékom. Egyszerűen nem értem. Nem tudom a mozdulatokat, nem tudom, hogy van, nem is értem ott a dolgokat, hogy történnek, szóval egy tipikus egy japán, ilyen nagyon gyors, nagyon színes, nagyon nagyfasz. De nem tudom, és hát figyeljtek, hogy most azon aki ide írva, hogy 5:30 és 6 óra között leszek fönt a... ezen a gamer... a championship-em. Aztán szerintem itt azért lesz csúszás, tehát nem tudom elképzelni, hogy ne lenne. Aztán meglátjuk. Úgyhogy a Play It lesz, valamint megyek még, most próbálnám megnézni, hogy az mikor van. A győri Play It-en ott leszek. Ugye lehetett választani, hogy hova menjek. Győr, ja. Ja. Tehát a győri pléten és a szegedi pléten biztos, hogy ott leszek. Most mindig elmegy egyébként, hogy kell visszatekerni, visszalapozni itt ezt. Tehát a győri plét, mindjárt bejön, az május 9-e, a szegedi pedig szeptember 12-e. A Pécsin még nem vagyok benne biztos, szerintem oda is megyek. Miért nem megyek Debrecenbe, ugye itt most adódik a kérdés. Azért gyerekek, mert az pont a győri után van egy hétvégén. Tehát, hogy én nem tudok két hétvégét offolni magamból, és tudom, hogy csak a szombati napról van szó, de sajnos nem fér bele. Tehát azért Nikivel is szeretnék lenni, stb. Úgyhogy oda nem megyek sajnos, viszont Győrben ott leszek, Szegeden ott leszek. Szerintem Pécsen is, mert Pécs és Szeged között egy hónap van. Tehát a Szeged a szeptember 12, a Pécs meg október 10 körül, szóval az odébb van.
És nagyon reméljük, hogy amikor a szeptemberi van, akkor már nem leszek jogi hallgató. Jogi hallgató? Hallgatói jogviszonyban. Úgyhogy, ja, ott találkozunk, gyerekek, a Playten, fasza lesz. Akciós játékok, na mik lesznek? Facebook. Szerintem azt kéne nekem, nem? Bakker. Aha. Far Cry 3 4500 Xbox 360 a PS3-ra. Ez nem tudom mi, PC World előfizetés. AC, az nem az én világom. Forza Motorsport 4, 4000. Skylanders VU Basic Pack White, 58000 forint. Az jó ár. 58000 forint? 69-ről? Az nem rossz. Egy Wii U-t egyébként, tehát jó, nyilván szeretnék, de nyilván sosem fogom megvenni, mert nincs pénzem rá, meg amúgy nem is olyan ördög ilyen fontos, csak úgy azért nem rossz. Trónok harca, Westerosi intrikák, ez azt hiszem, hogy ilyen kártyatársas játék, az is 2600, nem rossz. A Doom társasjáték 7800, az tök jól nem megvenni, csak nincs kivel játszani. Tehát Nikit nem fogom meggyőzni, hogy gyere már játsszuk már ezt a borzasztó bonyolult Dungeons and Dragons belépő szintű játékot, még az, hogy képes belépő szintű, gondolom. Wolfenstein, PlayStation 4-re 10. PlayStation 3-ra. Kodok, az mondjuk nem rossz, mert PS3-ra ugye ingyen van az internetes játék, úgyhogy ezek tök jók, ugye kis online multik. Black Ops, az jó, 4000. Modern Warfare, valamelyiket lehet, hogy meg fogom majd venni. A Modern Warfare 2-t biztos, hogy nem, mert a Modern Warfare 2-ben ilyen... Mivel jár? Mászkának? Riot Shield-el, RPG-vel, és mivel még? Gránátötős fegyverre. Tehát a legutóbbi élményem ez, szóval az nagyon idegesítő. Chego 3005, teljesen jó. Ennyi. Ó, PC-re még olcsóbbak a kodok. Még a Black Ops PC-re, én legutóbbi tudomásom azt, hogy nagyon szarul lett optimalizálva, nem? 1800 forint lesz. Az nem rossz. Black Ops 2, 2000 forint. Elnézést. Ghosts 3000, Call of Duty World at War 1005. Az biztos jó, 1005 ér, mert tudja, hogy tele van, szarában már moddolva. Ghost Simulator 1000 forint. Szóval lesznek itt azért jópofa kis akciók, érdemes eljönni szerintem. Külön köszönetéként a szervezőktől, hogy kitették a nevemet az egyik posztba, ott volt, hogy Isti, tök jól esett, tehát ez durva dolgok ám ezek egyébként, szóval sok videós szerintem ilyen alap, nem hogy alapnak veszi, hanem nem is gondolja át, hogy basszus, ez tényleg durva. Hát a tavalyi Play IT-n konkrétan meginterjú volt a GameStar. És azért pakker, tehát így elgondolkoztam, hogy azt a rohadt, tehát hogy én akkor egy ilyen 6 évvel ezelőtt, meg 7 évvel ezelőtt én gyűjtöttem az újságokat, tehát rendesen olvastam, néztem Gyót, innen is nyugodjon békében újra, tehát a Facebookomra kitettem, már megemlékeztem róla, de most itt is nyugodjon békében. Dragon György, azt hiszem, remélem nem mondok hülyeséget. De tök könnyen megnézhető vezeték néve van Dragon György, mennyire menő már. Ha nem ő változtatta meg, nem vagyok benne biztos. És olvastam az újságokat, volt Ender Mazur, ilyeneket, ez a GameStar TV klasszik oldtimerek, néztem őket, folyamatosan tetszett, amit csináltak, oda voltam értük, én elérhetetlenek tűntek, és ott meg egy interjút csinálnak velem, hát szóval durva, közben egyébként rákattintok, hogy jól látszódok, jól van, gyönyörű fejem látszódik, ez jó. Szóval brutális dolgok ezek, tényleg. Meg például látom előre egyébként, hogy megint oda fogtok jönni rengetegen. Van is egy ilyen Tiba idézet, hogy van? Nem akarok... Hogy van? Nem vagyok szobor, ne álljatok körbe. De nem tudom, hogy van az előtte lévő sor. Na mindegy, a lényeg az, hogy... Nem tudom. A Wizbeats mixtape 3-on? 3-on? Vagy a 4? Azt tudom, melyik az új Wizbeats mixtape, de szar vagyok, hát ez a szakdolgozat, gyerekek. Ja, úgyhogy, hát remélem, hogy tetszett ez a videó, tudom, ilyen semmi értelme nem volt az egésznek, azért nem fogom annyira puritánul föltenni, alá fogom vágni a hangot, tehát most is telefonnal veszem. Egyébként vettem Speedlink Spez felcsíptetetős mikrofont, úgyhogy már én is egy ilyen Turi Tamás vagyok, fogkefe. A lényeg az, hogy ugye, tehát most ebben nem láttok túl sokat, szóval teljesen mindegy, nem is akarok itt fárasztani. Csíptetetős mikrofon,
És én ezt hogy miért vettem? Kérdezed, ugye? Azért vettem, mert nekem nem jó. Nekem kell. Tehát azon gondolkoztam, volt egy darabig egy ilyen a bennem egyébként, hogy vegyek-e kondenzátoros mikrofont, mert nagyon tetszik az, hogy milyen hangminőséget vesz fel, azonban az ára már nem annyira tetszik. Úgyhogy így lemondtam róla, ráadásul a gépem egyébként zúg, mint az állat. Tehát a mikrofon. Egyszerűen, és akármilyen mikrofon, itt van valami? Asta de ronda ez, ez micsoda? Jézus erejem, gyönyörű vagyok. Akkor így fog beszélni, jó? Így. Na, szóval teljesen hogy milyen mikrofont használok, a headset mikrofonja sem, az is zúg, a külön asztali vacak, ilyen 1000 forintos, ez a kis pöcs, tudjátok, ez a hosszú pöcs, ez a cingár pöcs mikrofon sem jó, és most ez a Spez csüptetetős mikrofon is zúg. De hallom a hangminőséget, hogy jó, jó minőséget vesz fel, csak így zúg a gép valamiért, nem tudom. Hogyha megy a Likondi, akkor meg sípol. Szóval nem tudom, bakker. Gyönyörű. Úgyhogy ezért mondom, nem is éri meg nekem venni egyébként ilyen kondenzátoros mikrofont. És plusz dolog, hogy ugye én azért nem csinálok olyan sok videót, hogy a gép előtt ülök. Tehát most megvettem ezt a mikrofon? Megvettem ezt a webkamerát is. És most használom először, amióta megvan. És lassan már egy hónapja megvan. Tehát, hogy nem is streamelek. Mert hogy béna vagyok benne, tehát hogyha valamit nem működik, akkor én teljesen elvesztem a fonalat, és el is vagy a kedvem az egésztől. Valamint tényleg, hát a vezetős videókhoz nem tudnám használni azt a kondenzátoros mikrofont. Simple, ugye? Viszont ezt, a csíptetetős mikrofont tudom használni. Csak telefonnal nem kompatibilis, hála jó Istennek. Én azt hiszem, hogy iPhone-nal is kompatibilis lesz, nem az. Úgyhogy megszívtam. Néztem, használtam már, mi ez? Diktafont én is. Úgyhogy így próbálom majd megoldani, aztán lesz, ami lesz. Majd eldől. Na, hát köszönöm, hogy megnéztétek gyerekek, remélem tetszett az esti isti összevisszaság. Igazából, ja. Sajnos most tényleg ilyen töltek postán gameplay sem lesz a héten, tehát egyszerűen nem érek rá. Látjátok, szóval nézzétek meg, itt van nálam ez a kis füzet. Ebben van a nemecsek kisbetűvel írva. Tök úgy néz ki, nem? Beírom nemecseket a kis Death Note. Azt tudom mi az, csak így a 9G-en látom néha. Beleírnak valakit és meghal, ennyit tudok, de az valami anime, nem? Valami ilyesmi. Létek múltkor annyira túlbozgott bennem a szakdolgozat írás, hogy ez lett belőle. Na jó van. Mindegy. Úgyhogy drukkoljatok nekem gyerekek. És találkozunk a Playten egy hét múlva, április 25-én. Egyébként én már 10 óra fel ott leszek szerintem. Úgyhogy... Yeah. Oh. Sziasztok gyerekek.